Következzék hát a Doom negyedik videója, amely magában foglalja az első epizód végét. Mielőtt azonban belefognánk, két igen komoly dologról kell beszélni. Az első az elég komoly parázs vitákat robbantott ki a játék rajongói és ismerői között. Vajon valóban háromdimenziós játék-e a Doom? Ha a játék motorját nézzük, tehát magát a programot, amiből a játék felépül, a válasz egyértelműen nem, hiszen nem lehet például két emelet egymás felett, de matematikailag és játékos szemszögileg ez teljesen háromdimenziós. A környezetnek, a tárgyaknak, a falaknak megvan mind a három kiterjedésük. Hosszúság, szélesség, mélység. Ez pofon egyszerű, ez a nyolcadikos anyag, tehát... Ha technikailag nem is, de gyakorlatilag háromdimenziós játék. És a másik dolog, ami bizony sok játékost őrületbe kergetett a kezdetén, még engem is. Van-e ugrás a Doom-ban? Á, de hogy? Hát kérem szépen, ezt most megmutatom. Ugrani úgy kell, hogy nyomjuk a futás gombot és az előre gombot. Így tudunk ilyen kisebb-nagyobb réseket, szakadékokat átlépni. Tehát ezt nem is nevezném igazából ugrásnak. És ez... Nem is tetszett. Igazából ezzel jó sokat elszarakodik az ember, mire rájön, mert néhány pályát enélkül nem lehet végigcsinálni. És most nézzük magát a Phobos laboratóriumot is. Annak ellenére, hogy a játék vége felé haladunk már lassacskán, ez a pálya is eléggé könnyű, látjátok. Minden különösen nehézség nélkül halomra öltem itt a fél személyzetet. Itt is leginkább sörétes puskás katonák voltak, meg ördögök. És most vegyük fel a sugárzás álló ruhát. Míg ez rajtunk van, addig nyugodtan belesétálgathatunk itt a legnagyobb szmötyében, trutkóba, semmi baj nem lesz. Bizony nagyon hasznos számos alkalommal. Ezen a pályán mondjuk annyi ilyen trutymó nincsen még, de lesznek olyan pályák, hogy hó-hó! Fél karunkat odaadnánk egy ilyen sugárzás álló öltözékért. Jól van. Hogy mennyire fontos ez az ugrás, annak most itt megmutatom a gyakorlati jelentőségét is. Látjátok, itt oldalt ezeken a kiszögelléseken van mindenféle ajándék, például szuper mega páncél és tölténydoboz is. Hát ezt ugrás nélkül lehetetlenség felszedni. Mint a legtöbb ilyen pályán, itt is ki lehet menni az udvarra. Bizony itt is van egy ilyen szuper töltésgömb. Viszont az udvarok mint olyan eléggé kopárak és dísztelenek, ez azért nem tetszett nekem. Ezekre valamiért nem fordítottak annyira kellő figyelmet. Pedig egy szépen dekorált udvar, még ha Phoboson van is, tehát nem kellnek fenyőfák, meg növényzet, meg mit tudom, mint kisállatok. Tudom, még nézhet ki jól, értitek? Ezen a pályán is számos eldugott titkos hely van, amit most látok, az is egy igen nevezetes. És bizony itt már a titkos helyekre is berakják ezeket a kulcsa nyitható sajtókat. Á, mi ez a csillag? Teleport, jól van. Nos, ez a piros színű vibráló gömb, ez láthatatlaná tesz minket. Részlegesen, egy rövidke ideig. Ezt nem úgy kell érteni, hogy innentől fogva az ellenségek nem is fognak lőni ránk. Csak éppen nehezen fognak eltalálni. És általában egymást találják el. Az pedig már egy másik tészta. És most nézzük magát még egyszer ezt a sugárzás álló ruhát. Ha találunk egy ilyet, akkor tényleg bármibe belemehetünk, és azért fontos kiemelni, mert elég sokféle színű és állagos neki van. Szóval erre érdemes működni kisítőben is, főleg, hogyha az ellenségek is ott vannak. Aztán nézzük, mi van még. Hát ilyesmivel már találkozhatunk az atomerőműben is, tehát az atomerőműnek nevezett pályán is. A úgynevezett sötét része, de itt még jól meg is fejelték azzal, hogy itt villog össze-vissza, és elég nehéz tájékozódni. Ezen is lehet segíteni. Fel kell venni egy pár ilyen infraszemüveget, legalábbis annak néz ki. De ez valóban ilyen fényerősítő szemüveg, látjátok? A hatása természetesen ennek is időleges, viszont enélkül például néhány ilyen vaksötét pályán komoly bajba kerülhetünk, főleg ilyen láthatatlan ellenségekkel. Jó, nem teljesen láthatatlan, de azért... Ó, láttam még, többen is vannak. Közelről nem is néznek, mint hogy gyurmából vagy gumiból lennének. Nem is néztek ki olyan ijesztőnek. Rendben, kész vagyunk a Phobos laboratóriumban. Há.
Akkor most mi a következő? Hol nem jártunk még? Ó, a központi feldolgozó! Na, ez egy igen izgalmas pálya és eseménydús. Itt megtanul a játékos egy kőkemény igazságot. Nyugodtan át lehet lőni tárgyakon, kerítéseken, rácsokon, legyen az bármi. Átmegy rajta a lövedék, a rakéta is, és ez fordítva is igaz. Az ellenségek is ugyanúgy át tudnak lőni a rácsokon. Tehát ennek igazából csak annyi értelme van, hogy kicsit visszább fogja a mozgásodat, hogy ott nem tudsz átmenni, de átlőni ugyanúgy át lehet a rácsokon, de minden tárgya. Kivéve persze a robbanás veszélyes lutyokkal teli hordókat, de hát azokon még nem is akarok átlőni szerintem. Jól van. Ez a központi feldolgozó egy elég eseménydús pálya, rengeteg ellenséggel, de ez is hát csak ugyanolyan nehéz, mint a többi. Az az igen könnyű. Tömve van lőszerrel mindenhol. Akár merre mész, akár merre fordulsz, mindenhol tölténycsomagokba, fegyverekbe, elsősegélycsomagokba, tehát mindenféle hasznos holmival lehet botlani. Ezért mondom, hogy itt attól nem is kell igazából félni, hogy az embernek kifogy a lőszer, és nyugodtan szétlövöldözgethet bárhová. Nem fog elfogyni, mert egyszerűen annyi van belőle. A központi feldolgozónak az egyetlen komoly kihívásos része az ez. A kiáratnál, ahol egyszerre 500 szörnyet kell legyőzni. De mivel az ellenségek meg tudják sebesíteni egymást, éppen ezért ez a rész is viszonylag könnyű. Hát nem tudjátok, itt most rendesen járatom a golyószórót, rat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 a. Az éppen itt már hatalmas dombokba tornyosulnak itt a döglött démonok, meg a döglött zombik. Ezt sem nevezhetem igazán nehéznek. Annyi, hogy nem enged ki a pálya, tehát nem tudsz elmenekülni. De ki a fene akarna elmenekülni egy jó gyilkolászással? Most menjünk a kiárathoz. Ez ott mi van? Ez a láthatatlan démon. Olyan elromlottál? Jujcika! Na, működik, ezt csak beépítették a falba. Sajnos ez néha visszafele is működik, néha én is beleakadok itt a falba. Hiába nincs ott semmi, nem tudok tovább menni, nem tudok oldalazni a fal mentén. Nagyon ritka, egyedi eset, de sajnos néha előfordul. Na, a központi feldolgozóval végeztünk is. Nézzük, mi lesz a következő. Hol nem jártunk még? Lássuk. A számítógép állomás. Jó. Hát kétségtelenül az első epizódnak ez a leghosszabb pályája. Különlegesnek annyira ezt se nevezném, bár kétségtelen, hogy itt nagyon próbálkoztak. Itt az elején annyi ellenség jön. Ott van egy egész falkányi ördögfióka. Itt vannak ezek a zombi katonák is. Most itt jó alaposan megmozgattam el magam. Na, az a lényeg, hogy ez sem nagyon tér el a többi pályától. Kétségtelen, hogy itt vannak ilyen hangulatosabban megcsinált részek is. Egyedül az nem tetszett, hogy nézzétek meg, mindenhol ugyanazt a falat használják, ilyen, hogy mondjam, ilyen kőfal. Aztán itt helyenként meg van szakítva pár ilyen sokkal hitelesebbnek kinéző. Ezekből lekvár lett. Szóval pár helyen itt betettek ilyen jóval hitelesebbnek kinéző kék fényeket is. Hát ez mondjuk szép. Csak nem tudom, miért van ez annyira elhasználva. Ez a kőfal textúra, vagy kőfal felület. Na, értitek. A titkos helyek nagyjából itt az ilyen szennyvízpocsolyákon túl vannak elrejtve. Hát bele kell gázolni, de nem gond, mert van itt sugárzás védő vagy védelmi öltözék. Itt van például egy. Rengeteg ilyen kis üvegcse van, sisak, rakéta. És van itt jó pár titkos kapcsoló is. Hát igen. Utolsó előtti pálya, szóval itt a titkos helyeket is szépen egymásba ágyazták már. Nem egyszerű rájuk bukkani. Ugyanakkor persze nem lehetetlen. Ott van bizony az a gyönyörű kék gömb, amit mindig is fel akartam szedni, aztán nem. Sose tudtam, hogyan lehet átjutni oda. Most megvan. Itt is ki lehet menni az udvarra. Hát az udvar itt is meglehetősen gyére van dekorálva, meg az épület is. Tehát az ablakok is, mint hogyha utólag vágták volna őket a falba bele. Megvalom őszintén, ez nem tetszett, szóval itt még lett volna itt kint mit csinosítani ezen az építményen. Itt az ablakból minden esetre szépen le lehet szedni mindenkit. Jól van. Akkor
Azt hiszem mindennel készen vagyunk, jöhet az utolsó pálya, a Phobos anomália. Na itt vajon mi lesz? Hát, ha utolsó pálya, akkor biztos valami nagyon spéci hely. Nézzük is meg. Ó, egy rakás démon és benzines hordó. Ez nem is volt nehéz. Ki fogja ezt mind föltakarítani, mi? Na de ott van valami. Nem ott. Ott, azaz. Na, nézzük meg. Ó, sok elsősegélycsomag és itt egy kis térkép is. Remekül el vagyunk látva. Jól van, akkor most menjünk erre. Itt mintha lehetne... Ó, bizony, ott van egy titkos hely. Na, ezt se hagyjuk itt. Na már is 200% életem van. Biztos lesz valami nagy fő ellenség itt valahol. Na, itt még egy párja is. Rózsaszín démon. Ott van a párja, bizony ott van. Mit lehet itt felszedni? Most tele vagyok. Úgy tele vagyok lőszerrel. Na, itt van egy gomb. Ez lehoz egy liftet. Ú, de szép piros. Aha, és már is betalált egy csomó. Mert láthatatlan dél van. Ott nyüzsögnek. Na. Ezeket jó itt most rögtön megölni, mert később itt vannak. Őgyelek is szivatják a játékost rendesen. Na, szabadon megtörünk is. Mi az ott az a két ajtó? Hát, hölgyeim és uraim, az első és második ajtó mögött. Hú, két sátáni minotaurus. Hú, mikkel, azt a mindenségit. Jaj. Két ilyen ronda, pokolbéli démon. Fajzat. Na, vegyük fel a láthatatlanságot, ez az. Ne. Ez nem tetszik neki. Jó, ezt egyszer is intéztük. Összecsuklott, mint a ruhaszállító. Na, lelövünk még egy ilyen árnyékos démont. Hát azt nem mondanám, hogy láthatatlan, de... Mindegy. Oké, hol a tesókád? Ezek elvileg a lezúziós tesók akarnak lenni, szerint. A játék ezeket a Minotaurus szörnyeket pokolbárójaként említi. Hát... Hoppá. Hát így láthatatlansággal igazából pofon egyszerű legyőzni ezeket is. 10-12-t szépen beléjük kell lőni puskával. Rakétavetővel könnyebb lenne. És miután meghalt mind a kettő, leereszkedik a fal. Na és akkor itt lesz a játék vége. Bizony. Na, ugorjunk le innen. Hát oda nem lehet visszamenni. Mindegy. Itt van egy ilyen szép nagy udvar. Aha, ez ilyen csillagformájú hely volt. Na, és ott látok valamit. Egy kapcsoló. Lépcsők. Hová visznek? Van itt valami sátáni ikon. Rálépjek? Ez nekem gyanús. Hát most nincs jobb ötletem. Ajajaj, csapdába estem, lőnek ez egy irányból, mindjárt megölnek. És... Mi, ez a vége, hogy kinyírtak? Hát ez marha jó. Igazi happy end. Na, mi a történet? Aha. Miután legyőztem a démonokat, és kipucoltam ezt a holdbázist, ezek után nyernem kellene, nem igaz? Hol van a jutalmam és hol van a jegyem haza? Nem így kéne végződnie. Hát, úgy bűzlik, mint a rothadt hús, de úgy tűnik, hogy ez az elveszett Deimos bázis. Úgy tűnik, hogy a pokol partjain rekedtem. Az egyetlen út, ami kivezet, az keresztül visz a poklon. Hogy folytasd a Doomot, jázd végig a Pokol partjai nevű epizódot és a fantasztikus befejezését, az Infernót, vagyis a poklot. Ezek után kapunk egy kis reklámot az elkövetkezendő két epizódból, itt már újfajta szörnyeket is látok, bizony. Hát, kicsikét furán érintett, hogy azzal végződik az első epizód, hogy kinyírnak. Jól van, de nem számít, az első epizóddal megvagyunk, már csak a másik kettő hiányzik. Hát ezek után kíváncsi vagyok, hogy fog folytatódni a játék.